5. A kedélyek megnyugodtak. Szabó bácsit elengedték a kórházból, s Szabó néni zavartalanul hódolhat régi szenvedélyének, a bevásárlásnak. Hazatérőben van a Lehel piacról, és éppen a szomszéd fuxúr akad Szabóné útjába, és tőle nehéz szabadulni. Jó napot, Szabóné! Üdvözli fuxúr. Hogy van az ura? Jól, már sétálgat a szobában. Alig várta, hogy hazahozhassa, igaz? Bizony, nem mintha a klinikáról szó bántak volna vele. De hát a család, ugyebár a család. Egy ismerős lakó megy arra, s oda szól néninek. Jobbulást kívánok a férjének. Köszönöm. Egy szóval, Fuchs úr, én csak örültem neki, hogy nyugdíjazták. De a kereset, kérem a kereset. Én egyéniség vagyok, én már megszoktam, hogy velem így bánjanak, de maguk a konya majd megérzi. Ne féltsen bennünket, Fuchs úr, a fiaim majd segítenek. A régi világban, kérem, micsoda nyugdíjak voltak. Az én apámnak háromszáz pengőt hozott a póstás minden elsején. Igaz, hogy katona volt. Bizonyosan valami zupás őrmester, mert az én apám is szenvedett az első háborúban, mégis nyomorogtunk. Pedig Károly csapat keresztje volt, kis ezüst, nagy ezüst, haslövés. Hát, köszönöm a segítségét, Fuchs úr. Kérem, én e egyéniség vagyok, engem nem lehet beskatujázni. Történhet akármi, én maradok, aki voltam. Nem baj, Fuchs úr, nem baj, no Isten áldja. Szabó néni benyit a lakás ajtaján, ahol icu várja, szokása szerint bánatosan sóhajtozva. Hát téged mi lelt? kérdezi Szabó néni. Semmi. Nono, icukám, nono, hát te miért nem tanulsz aranyosom? Csak ülsz megint és sóhajtozol. Apád? Elment Petiért. Petiért? csattant fel Szabó néni. Miért engedted? Nem kérdezett. Az ember teljesen megbolondul köztetek. Az orvos ránk parancsolt, hogy két hétig nem mozdulhat ki a lakásból, – És most? – Én mondtam neki – mentegetőzik Icu. – Te mondtad neki, te folyton máson töröd a fejed, mint amin kellene. Pedig most igazán ne lógasd az orrod. Beszéltem Karcsival a mozi után, amikor ti Irénnel előre mentetek. Az a fiú bolondul utánad. Icu fölényesen sóhajt. – Áh, ah, a Karcsi, ugyan, hol van már a Karcsi? – Szabóni őszintén meglepődik. Hol van? De icu! Ez a karcsi nagyon rendes, szerény fiú. Lehet, lehet. Lehet, hogy szerény, de látja, anyu, vannak másfajta fiúk is, másfajta tulajdonságokkal, amelyek vonzó hatást gyakorolnak a nőre. Miféle nőre? Ja, persze, rád. Például a finom viselkedés, mint például eleméri. Elemér? Bosszankodik Szabó néni. Ki a fene az az elemér? Egy másik fiú. Szabóni türelmetlen. Egy másik fiú. Nem csodálnám, ha megbolondulnék köztetek. Apát fel kell a betegágyból, és sebes fejjel elindul a város másik végébe az unokájáért. Te meg kóros vagy. Miért? Karcsi mutatta be, és elemérnek, tulajdonképpen nem is én tetszettem először, hanem Irén, amikor együtt látott bennünket a moziban. – Csak beszélj, lányom, nyugodtan, én meg tudom érteni a te lelkedet. – De pofon nem lesz, anyu, ígéred? – Ígérem. Elemérnek autója van, és kivitt a hűvös völgybe, és Szabó né fenyegető hangon felkiált. – Icu! – Anyu, mit ígértél? – védekezik ilyetten Icu. – Azt mondtad, nem lesz pofon. – Te csak ne hivatkozz az én ígéreteimre, azt én jobban tudom, hogy mi a kötelességem – mi csinált veled az a gazember? Beszélj! Semmit, anyu, igazán semmit, bár tagadhatatlan, hogy akart. Akart? A sehonnai. Az ember ül itthon, főzi az ebédet, és közben megmondod rögtön, hogy mi csinált veled. Ugyan, az a nyápicalak alak, fölényeskedik icu. Hisz odakentem volna az autó oldalához, ha erőszakoskodik. Anyu, esküszöm, mit ígértél? Legalább ne esküdöz, Tudod, hogy esküdni halálos bűn. Úgy. Hát akkor te is tudd meg, hogyha csak egyetlen pofont adsz, megmondom apunak, hogy megint szenteskedtél. Halálos bűn. Szabó néni visszavonulót fúj. Jó, jó, ne félj. Kis ravasz, miért csinálsz ilyeneket? Istenem, Istenem, mindig van valami baj. 19-ben apáddal, 44-ben a bátyáddal, és most az ellenforradalomkor a jó Isten megsegített bennünket, és a kommunisták győztek. Azt hiszem, most már nyugalmasabb évek következnek. Ördögöt! Apádat leütik, azután itt vagy te, akiért szakadatlanul reszkedhetek. Ugyan, anyu, engem sose félts. Apád nem törődik veled semmit. Délelőtt is elkezdtem neki mesélni az esetedet a karcsival. Mesélem, mesélem, de mintha nem is hallaná. Egyszer csak felordít, odarohan a hoz, amit tegnap vettél. Előkapja a csomagból, és rám ripakodik, hogy honnan vettük mi azt. Soha sem érdekelte a ruhaféle. Gondolhatod, hogy kapott tőlem. Mikor én a lányomról beszélek neki, ő ilyesmint töri a fejét. Újra meg újra előhozta a ruhanyagot. Igaz is, kislányom, hol vetted azt a szép velúrbársonyt? bársonyt? Icu hamarúr rá lesz, átmeneti zavarán is fölényesen mesélni kezd. Nagyon érdekes módon jutottam hozzá. Figyelj csak ide, anyu! Bandéknál mindenki menetkész állapotban van. Peti el nem engedi Szabó bácsi kezét, a nagyapjával akar menni, de irén tiltakozik. Nem, arról szó sem lehet, hogy egyedül menjen vissza, papa. Miért mennék egyedül? Kísér engem a legény unokám. Peti a négy évesek büszkeségével kijelenti. Elkísérem én a nagypapát. Jó, jó, egyezik bele Irén. Te kíséred, de azért én is veletek megyek. Majd én elkísérem őket, szól közbe Bondi. Úgy is beszélni akarok anyámmal, te meg siess Irén, mert elkésel a hivatalból. Minnyájan kirajzanak a lakásból. Szabó a fiával és az unokájával autóbuszra száll, Irén pedig villamosra. A buszon való utazás leköti Peti figyelmét. Bandi és Szabó nyugodtan beszélhetnek, az unoka nem figyel oda. Tehát, véleményed szerint a nagymama rosszul neveli az unokáját? kérdezi Szabó. Én téged most nem akarlak e félével izgatni, magam pedig nem tudok felindulás nélkül beszélni róla. Nem csodálom, fiam, Bólint Szabó bácsi. Az emberrel megesik néha. Velem is megesett. Képzeld, mit találtam a saját lakásomban. Peti felfigyelés rákérdez. Mit találtál, nagyapa? Szabó bácsi nem válaszol, Bandi pedig másra tereli a szót. Nem kell a gyereknek mindent hallani. Nekem a parlamentben volt dolgom, és mivel Irén egy órára rám bízta a gyereket, gondoltam, elviszem Petit is, hadd lássa a gyerek. Szabó bácsit ez nem nagyon érdekli, a maga történetét folytatja zavartalanul. Szóval, te tudod, fiam, hogy mit szagláztam én a gyárban, hogy a nyomára jussak a tolvajoknak? A rendőrség talán többet tud, mint én, de úgy látszik, nekik sincs megfelelő bizonyíték a kezükben. Én persze örökre lemondtam róla, hogy kézre kapjam őket, miután kilódítottak a gyárból. Na most figyelj, mégis a nyomukra jutottam. Mit gondolsz, hol? Nem tudom, apám, én csak azt tudom, hogy ez így nem mehet tovább. Mert most már nyilvánvaló, hogy Petit a nagyanyja a vallásoktatásban részesíti. Vallásoktatásban? kérdezi Szabó meghökkenve. Sőt, templomba is elvihette, mert amikor Peti meglátta a parlament nagy a kupolát, a vörös szőnyeget, a parlamenti őrséget, a kollégáim szemelátára letérdelt és ájtatos arccal keresztet vetett. Peti büszkén kihúzza magát. Igen, nagyapa, keresztet vetettem. No még ilyet, csóvája a fejét Szabó nagyapa. Az persze a kisebbik baj, hogy ki látta, ki nem, de hogy a nagyanyja. Egy életen át magyaráztam neki, de hiába. De most vége. Bízd rám, fiam. Ezt nem tűrhetjük tovább. Lopott holmit vásárol és vallásos nevelésben részesíti az unokáját. – Miféle lopott holmiról beszélsz? – kérdezi Bondi. – A ruhanyagról. – Arról a velúr Amit tegnap vett Icu? – Szóval, Icu? – Na mindegy. Vele se sokkal könnyebb, mint az anyjával. Sőt, a természete ugyan valamivel szelidebb, de neki meg lelki világa van. Ezek a mai fiatalok. – Hely, a mi időnkben. – Szóval, Icu. – Beszélni fogok vele. – És? – és természetesen az anyjával is a vallásoktatásról. Nem szeretném, ha felizgatnád magad. Az jobban felizgat, ha te vitatkozol anyáddal. Ahogy akarod, de igazán sajnálnám, ha... Csak menjetek be a patikába az orvosságomért. Én előre megyek, mert már úgy is itthon vagyunk. Kap tőlem az anyja is, meg a lánya is. Az öreg szabónak alig kell száz métert megtennie a Lapály utcai lakásig. Máskor mindig érdeklődve nézte a megunhatatlan képet, az földi panorámát, amit már ezerszer látott, de most tudomást sem vesz a járókelőkről, annak is elmulasztja fogadni a köszönését, aki üdvözli. Gondolataiba mélyed, és azon töri a fejét, kit vegyen először kézbe a két nő közül a sors úgy hozza, hogy icu nyit ajtót. – Szevasz, apu, megjöttél? Nem történt semmi bajod? Kikaptam, hogy elengedtelek. – Hej, haj, kislányom, hej, haj! – Mi a apu? – Semmi, mi volna? Csak a fiatalságom jutott eszembe, amikor megláttalak. Nekem is ilyen vékony nyakam volt 16 éves koromban, és a pofám még szeplősebb volt, mint a tiéd. Ennek örülök mondta Icu vihogva. Igen? Miért? Azt hiszed, apád mindig ilyen rozzant öreg ember volt. Ho-ho, gyerek, mit tudsz te még a világról? Lehet, hogy nem sokat, de annak örülök, hogy nem vagyok olyan szeplős. Bizony, nem, de a lelked, a lelked neked is olyan finom, Icu, mint amilyen nekem volt. Icu aggódva nézi az apját, kicsit sok neki az őszinteség. Apu, rosszul vagy? Miért lennék rosszul? kérdezi Szabó bácsi ártatlan arccal. Olyan furcsán beszélsz, soha se szoktál. Nem szoktam, nem szoktam, mert nem akarok konkurálni anyáddal. A családban ő képviseli a finomságot. Mikor éppen nem pofoz? Látod, én soha egy újjal hozzád nem nyúltam, mégis inkább nekimesélsz el mindent. Mi mindent? kérdezi Ícú, aki csapdát sejt a szokatlan gyöngétségben. – Hát, hogy a fiúkkal így meg úgy, szóval mindent. Fogadni mernék, hogy neki még azt is töviről hegyire elmesélted, hogy hol, mikor, kitől, mennyért vetted tegnap a ruhanyagot. – Icu megijed, érzi, hogy a csapda lecsapódott. – Ruhanyagot? – kérdezi zavarodottan. – Miért éppen ruhanyagot? – Hát csak úgy eszembe jutott, Icuka mondja Szabó bácsi ártatlan arccal. Mint ahogy néha eszembe jutnak a régi-régi legénykori emlékeim, például egy kis filigrán nő kecskemétről. Filigrán? csodálkozik Icu. Igen, 13ban vagy tizennégyben történt. Egy hete csak kenyéren és vizen éltem, munka sehol, a lábam kilógott a cipőből, a fenekem a nadrágból. Mondom, ahogy így ülök a kecskeméti főtéren, és arra gondolok, ha elszéled a korzózó úrinép, melyik fára kössem fel magam, egyszerre csak megáll előttem valaki, és azt mondja. Kedves barátom, ne haragudjék, hogy csak így megszólítom, de messziről úgy felkeltette az érdeklődésemet, hogy érzelmeimen nem birok uralkodni tovább. Felnézek, a világ legszebb nője áll előttem. Icu elkuncogja magát. Apu! Na látod, gyerek? Olyan emberlánya vagy, akinek nyugodtan elmondhatsz mindent. Teszem föl azt, hogy hol vetted azt a szép kis anyagot? Miért éppen azt? kérdezi Icu. Csak úgy kérdezem, kislányom, egy szóval hol vetted? Szegény, beteg apádnak igazán elmondhatod. Megmondom én, miért ne mondanám. Icu nagy lélegzetet vesz, de mielőtt kinyithatná a száját, Beállít a piacról érkező Szabó néni, s felhevülten mindjárt Szabó bácsira támad. Apa, képzeld el, Icu egy közönséges nőcsábásszal mászkál egy liliomtipróval. Hagyjuk ezt, mama, mi most itt Icuval komoly dolgokról beszélünk. És ez nem komoly? kérdezi Szabó harciasan. De igen, csak hogy mielőtt bejöttél, én kérdeztem Icutól valamit, és szeretném, ha először arra felelne. Mire? A kérdésemre, hogy hol vette tegnap a ruhaanyagot. Szóval megint kezded? Nem mindegy neked, hogy hol vette? Nem, mert ha például azt mondja, hogy a Lenin körúton, akkor hazudik. Ez se lejtáró. Ezt csak egy helyen lehet kapni a városban. De apu, védekezik erőtlenül Icu. Semmi, de apu, hazudtál, sohasem bántottal a kislányom, de most kaphatsz egy olyan pofont, Szabó néni leinti. Nana, János, az az én dolgom? Ez az anyag selejt, persze értékes selejt, de semmiképpen sem veheted boltban. Papa, te tökéletesen megbolondultál. A lányod egy szatír kezébe került, és te azon töröd a fejed, hogy hol vette a ruhára valót? Szabó már ingerülten kiabál. Hol vetted, mondd meg, nem vehetted boltban. Szabó néni átmegy védelembe. Ha nem ott vette, máshol vette. Emiatt kiabálni. Gyere ide, kislányom, ne sírj. Csak sírjon, ezt úgy se ússza meg szárazon. Inkább avval törődnél, hogy kivel jár a gyereked. Minden nap másik fiú miatt sóhajtozik. Gyerekez még. Téged, papa, csak az érdekel, hogy hol vette a ruhaanyagot. Szabó bácsi méltósággal bólint, mint egy bíró, aki kimondja a végső ítéletet. Úgy van mert tudjátok meg, hogy ez a ruhaanyag lopott. A mi gyárunkból lopták. Szabóni elképed majd összeesik. Szörnyű! Icu! Ez Isten újja, Icu! Mit akartok velem? Ha lopták, hát lopták. Nem én loptam, én vettem. Pénzt adtam érte. De kinek? Ha rögtön meg nem mondod, leoldom a nadrág szíjamat, és... János! Megbolondultál! Húsz éve hózentrógert viselsz. Hallod, hogy semmi köze a lopáshoz. Csak védelmezed? Apu, én megmondtam neked őszintén. A vihar kellős közepén nyílik az ajtó, és beállít Bandi, aki petikét hozza kézen fogva. Kezi csókolom, nagymama. Köszönbe Bandi és Petike utána mondja. Kezi csókolom, nagymama. Szervusztok, Petikém, aranyom. Bandi mindjárt Szabó bácsihoz fordul. Beszéltél a mamával, apa? Szakadatlanul beszélgetünk. De arról, amiről kértelek? Szabó kihúzza magát. Kedves feleségem, miért részesítette az unokádat vallásos nevelésben? Én? Ti megbolondultatok? Én csak mesélni szoktam neki, gyere, angyalom, vessük le a kabátod. Petike hízelegve bújik a nagymamához. – Nagyanya, mesél az angyalokról! – Miféle angyalokról? – Akiknek szárnyuk nőtt. – Miféle szárnyuk? – Mint a csirkéknek. Mindenki fejebe bemeli a hangját, a lárma fokozódik. – Csirke szárnyú angyalokról mesél neki! Tönkre teszi a gyerekem lelkét! Icu próbálja közbevetni magát. Apu, én megmondtam őszintén. Csend, nyugalom. A hangviharban észesen veszik, hogy nyílik az ajtó, és belép fuxúr sértett képpel. Mi ez, kérem? Én ugyan egyéniség vagyok, de ezt még az én dobhártyám sem bírja el. Szabó ráförmed. Mit akar? Csendet és nyugalmat. Lefeküdtem egy kicsit szundikálni, de felébresztettek. Mi csinálnak itt? Beszélgetünk. Mondja zavartan Szabóni. Bandi gorombábban fogalmaz. Ha ez magának nem tetszik, dugjon vattát a fülébe. Bocsánat, mondja Fux és sietve kihátrál a veszélyzónából. Szemtelen alak, Szabóni becsapja az ajtót Fux után. Abban igaza van, hogy nem kell kiabálni. Szabó bácsi a helyzet magaslatára emelkedik. Te nagymama. Nem mesélj ilyen meséket az unokádnak. Ha te is másra tanítod, az apja is, akkor végül egyik őtöknek sem fog hinni. Jó, jó, mondja békülékenyen Szabó néni. Bandi megenyhülve készülődik. Akkor én megyek. Meddig maradhat itt Peti mama? Jól tudod, hogy mennél tovább, nekem annál jobb. Peti büszkén Icu elé áll, és harsogva újságolja neki. Icu, a nagymama tönkretette a lelkemet. Bandi erélyesen leinti. Csend legyen! Mondtuk már, hogy a nagymamáról nem szabad rosszat mondani. Apu, ez rossz? Rossz, szervusztok! Szabó bácsi fanyar mosolyjal néz utána. Szép kis család, az egyik lop, a másik imádkozik. Apu, gondolhatod, hogy nem én loptam az anyagot? Vettem, de nem boltban, elemértől, Sejtettem! Gyere, Icu! Hová még? kérdezi ilyetten Szabóné. Átmegyünk Fux úrhoz, és bocsánatot kérünk tőle, azután telefonálunk a rendőrségre. Szabóné rémülten tiltakozik. János, gondold meg! Icu szereti ezt a fiút, és Icu a te lányod. Elemér minden délelőtt bennüldögél a kismackóban, ott könnyen lekaphatják! Rettenetes! ilyen dologba keveredni. De téged se értelek, Icu. Ha szereted, hogyan mondhatod az ilyet nyugodtan? Icu fölényesen vállat von. Miért gondolod, hogy szeretem? Egész nap csak sóhajtozol. De nem miatta. Hát, tegnap elemér bemutatott egy fiút, akinek ugyan nincs autója, de... Szabóné megöleli a lányát. Látod, mama, látod. Gyere, kislányom, én jobban megértem a te lelki világodat.